Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt már korábban is tudtuk, hogy Törökország kulcs szereplője a menekült válságnak és annak kezelésének, mert hogy a menekültek útvonala jellemzően Törökországon keresztül halad, és arról se feledkezzünk el, hogy évek óta menekült városok vannak, egy nagy menekült város egész pontosan Törökországban, ahol jellemzően a szíriai menekültek arra várnak, hogy egyszer talán rendeződik az országukban a helyzet, és vissza tudnak térni. Na, például az ő türelmük fogyott el, és indultak útnak, mert hogy ezekben a török táborokban menekült városokban nem olyan a helyzet, hogy ott mondjuk élni lehessen. Ez az előtörténete, aztán visszamehetünk az elmúlt év novemberébe, vagy novemberig, amikor az uniós vezetők már arról állapodtak meg, hogy Törökországot pénzösszeggel megsegítik, hogy ezeket a táborokat élhetőbbé tegye, hogy a menekültek már ott maradjanak, és valamilyen biztonságos formában szervezetten haladhassanak azok tovább, akik tovább akarnak haladni. Aztán eljutunk a tegnapi naphoz, a rendkívüli uniós csúcshoz, amikor Törökország annak fejében, hogy a menekült áradatot kezelje, plusz kéréseket támasztott, adott elő az uniós vezetők elé vagy fórumán. Ezzel kapcsolatban aztán nagyon összezavarodtunk már tegnap este, hiszen a magyar kormányfő tájékoztatása szerint Orbán Viktor megvétózta ezt az uniós csúcsot, aztán kiderült nem sokkal később, hogy esélye sem lehetett, vagy volt a miniszterelnöknek megvétózni, hiszen más országoknak is voltak fenntartásaik a török kérésekkel kapcsolatban. Na, ennyi volt a nem túl rövid előtörténete, és akkor próbáljuk kibogozni a szálakat a Rakovács Attilával. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most akkor volt vétó, vagy nem volt vétó? Úgy volt vétó, hogy mások is vétóztak, tehát igaz, hogy volt, vagy nem igaz, hogy volt, hanem éppen a fenntartásaikat sorolták Magyarország is, mások is, aztán utána mégiscsak lett egyesség. Akkor lehet vétóról beszélni, hogyha egy döntés születik. A tegnapi csúcs nem erről szólt, nem döntés született, hanem tulajdonképpen elindult egy folyamat. Nem látjuk ma a végét, az evidens. Nem látjuk azért, mert Törökország valóban egy nagyon bizonytalan tényező. Egyrészt ugye Törökországnak fontos szerepe volt abban, hogy Szíria államisága összeomlott, és ezeknek az embereknek el kellett indulniuk, menekülniük kellett. Törökországnak és a török bizonyos csempészhálózatoknak nagyon nagy szerepük volt abban, hogy kialakultak ezek az utak. És Törökország felismerte ideje korán, hogy tudja ezt az például Merkellel szemben és Brüsszellel szemben felhasználni, hogy saját uniós perspektíváját valamilyen úton, módon visszahozza a diplomáciai asztalra. Tehát ezek mind problémák. De valóban Törökország egy kulcsország, és ebből a szempontból megkérdőjelezhetetlen annak a fontossága, ami tegnap történt, és tulajdonképpen az EU-nak, illetve Merkelnek és Németországnak van annyi ereje, hogy ezt kikényszerítse. A feltételekkel kapcsolatban azért mosolyogtam el egyébként nem vicces, hogy mosolygásra okot adott témán, mert hogy pont ezt írtam fel magamnak, hogy kicsit zsarolás ízű, hogy ezt én megkérdezem öntől, mert hogy Ankarának ugye kérései további pénzügyi támogatás. Ez még idáig akár magyarázható is a szíriai menekültek ellátására. A török EU csatlakozási tárgyalások felgyorsítása. Aztán, hogy legkésőbb június végéig töröljék el az uniós vízum kötelezettséget a török állampolgárokkal szemben. Szóval ez a másik két feltétel, ez semmilyen módon nem kapcsolódik a menekültválság kezeléséhez, de hát okos politikus, akkor egy legyet, vagy legalább hármat is egy csapásra. Tulajdonképpen nincs egyedül Törökország, itt három zsaroló pozícióba került országról beszélhetünk. A menekült válság legelején Görögország viselkedett így. 25-én, január 25-én tavaly letette az esküt Ciprász, másnap pedig kijelentette, hogy mehetnek a menekültek, amerre látnak, mert ő nem akadályozza meg őket emberi jogai gyakorlásában. Amikor Törökország ezt észrevette, csatlakozott a történethez, szintén saját pecsenyét sütögetve Európával szemben, az Unióval szemben. És itt jelent meg aztán később Magyarország, amelyik szintén úgy pozícionálta magát a magyar kormány, hogy tulajdonképpen az egész válságot felhasználhatta saját fényezésére, illetve itthoni fényezésére, illetve az EU támadására. Na akkor nézzük a tegnapi napot. Végül is elvi megállapodással zárult a török
kérésekről, javaslatcsomagról szóló vita. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy elutasították a török javaslatot, mert az elvi megállapodás az gyakorlatilag a megállapodás felé vezető út első és nagyon fontos lépése, vagy talán már az utolsó előtti lépcsőfok. Akkor most mi történt tegnap? Ki vétózott, ki nem? Nem szeretném, ha félreértenék, itt egy politikai döntés született. Tehát a döntés szót nem szeretném, ha félreérteni, született egy politikai döntés, amit most a diplomaták és a szakemberek, egyéb szakemberek valamilyen úton módon egy megállapodás formájába fognak önteni a következő csúcsra. Tehát ez történt tegnap, meg lett valamilyen politikai megállapodás, ezt senki nem támadta, kifejezte Ciprus, Olaszország, Magyarország a nem tetszését, Görögország a nem tetszését ezzel kapcsolatban, de evidens módon mellék kérdésekben. Különösen a magyar álláspont volt teljesen abszurd, ugyanis eddig Orbán Viktor végül is mindenféle brüsszeli elhatározást megszavazott, vagy legalábbis nem vétózott meg. Beleértve a kvótát is. Kétszer is, háromszor is. Na de most is, hiszen a menekültek elhelyezéséről szóló döntés felgyorsítása, amit elfogadott a tegnapi csúcs, amit a magyar miniszterelnök is aláírt, az nem más, mint a kvóta. Így van, senkinek ne legyen illúziója, és ne legyen főként a fideszeseknek, mármint a Fidesz támogatóknak illúziója, az az 1200 ember meg fog érkezni. Ide Magyarországra le fog telepedni, és észre se fogjuk venni, hogy itt vannak. Ha tényleg igaz az, hogy 100 000 ukrán állampolgár Magyarországra áttelepült, és nem látjuk, akkor azt az 1200 embert végképp nem fogjuk látni, és ha egy csepp szerencsénk van, itt maradnak, és szakemberek maradnak itt. Mert erre szükségünk lenne. Tehát ez történt jelen pillanatban, az egy másik kérdés, és nagyon fontos kérdés, hogy tulajdonképpen nem is ez volt a lényege ennek az egész vitának, illetve ennek a magyarországi furcsa állapotnak, ami tegnap óta kialakult, hanem az, hogy a hivatalos közlések, úgy mint MTI, TV, illetve a kormányközlés nem mondott igazat. Én nem teszem felelőssé a magyar sajtót, hogy ezt fél napra végül is elhitte, de mindenképpen szerintem jó lenne tanulni ebből, és nem ezekre a forrásokra hagyatkozni a jövőben, hogyha komolyan akarunk írni arról, hogy mi történik a világban. De igen, csak hogyha a kormány szóvivő nyilatkozik frissibe, melegibe Brüsszelből, akkor azt ne higgyük el. Tehát, hogy addig, amikor kormány szóvivőt le nem csekkoljuk még másik három forrásból, addig ne közöljük le azt, amit mondott? Szerintem így van, és nem azért, mert nem érteni a szakmáját, hanem azt kell érteni, hogy miért csinálják ezt. Egyszerűen Magyarországon olyan híreket kell gyártani, amelyek azt mutatják, hogy itt kvázi egy középhatalomról van szó, egy nagyon pici országot, amelyiket nagyítóval néznek meg az emberek a térképen, az nagyhatalmi státusszá, vagy középhatalmi státusszá, hogy mondjam, emelte Orbán Viktor és az ő kormánya. Nyilvánvalóan ez egy belső kommunikáció, amit legalább mi ne higgyünk el, mert nincs így. Annál is inkább, mert ha megnézzük a Orbán Viktor személyes mozgásterét a nemzetközi porondon, azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag ilyen nincsen. Hány helyre utazott el az elmúlt két évben? Meg tudom mondani az egyik kezemben. Azerbajdzsán. Például. Mindjárt átérünk erre is. Egyébként most azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne másként, vagy a valóságos történésekhez közelebb álló módon kommunikálni a tegnap estét. Kormányszóvivő vagyok, kedves magyar lakosság, a miniszterelnök megszavazott mindent, vagy megszavazta azt, hogy gyorsítsuk fel a menekültek korrekt utazásának, elhelyezésének a lehetőségét, és egyébként további részletet majd elmondunk otthon. Például, bocsánat, folytassad. Értem a kérdést, tehát úgy lehetett volna ezt korrektül elmondani, hogy döntés nem volt, megbeszélték a helyzetet, ami meglehetősen problematikus. Ezzel együtt Magyarország és Orbán Viktor kifejtett egy véleményt, amelyben elmondta azt, hogy miben ért egyet, és miben nem ért egyet. És akkor felsorolják azt a három pontot, amiben nem értett egyet. Ez egy korrekt történet lett volna, nem pedig az, hogy végül is félbeszakadt a csúcs, egy kvázi háborús állapot keletkezett, mert vétó született. Sem vétó nem volt, sem pedig félbeszakadás. Látja, így jár az, aki kormányszóvivőnek képzeli magát, és eljátsza, hogy kormányszóvivő, azon valamit belélegeztem itt a stúdióban, és köszönöm, valami megszúrta a torkomat, szóval éreztem a szúrást. Szóval ez az átok, hogy nem tudom, hogyha valaki kormányszóvivőnek képzeli magát. Szóval az lett volna a monológomnak a vége, hogy
hogy a miniszterelnök uniós vezetőként így és így döntött, és támogat ezt a döntést. Egyébként meg majd hazamegyünk, és elmondjuk a folytatást a hazai népszavazással kapcsolatban, hogy nem támogatunk semmit, amit Brüsszel mond, nem? Hát igen, itt már eleve fölmerült volna, akkor egy nagyon furcsa ellenmondás. Hát némik is ellenmondás. Így van, tehát az, hogy elmondjuk azt, hogy tessék szíves lenni, elhinni nekünk azt, hogy mi nagyon konstruktívak vagyunk, majd hazamegyünk, és mindent elkövetünk az EU ellen. Tehát nyilvánvalóan ez nem lett volna ilyen szempontból teljesen racionális, meg logikus, de hát, hogy mondjam, nem kellene így viselkedni, hanem el kellene mondani az igazat, és egy olyan politikát kellene folytatni, amivel tényleg, hogy mondjam, barátokat tudunk szerezni. Ezt tudom, hogy közhely, de hát ma már eljutottunk oda, hogy a legközhelyesebb dolgok sem következnek be. Tehát tényleg egy Magyarország... Bekövetkeznek, csak már nem érezzük őket közhelynek, nem? Nincsenek jó dolgok, amik bekövetkeztek volna az utóbbi időben. Nincsenek jó dolgok. Hát például nagyon szorosra fűztük a barátságot az Azerbajdzsánnal. Az imént azt mondta, hogy már nem nagyon vannak barátaink, hogy ne lennének. Hát olyan mondatok hangoztak el, amelyekre én korona alapján természetesen nem emlékezhetek, de történelemkönyvből igen, mert ott olvastunk ilyeneket, hogy nagy lehetőség előtt áll a magyar-azeri együttműködés, mert a jelenlegi helyzet nem csak kihívást, hanem óriási lehetőséget is jelent. Na ezt a mondatot például így nyelvtanilag sem tudom elemezni, hogy ez most miről szól. Tehát a jelenlegi helyzet nagy kihívás. Miért? Nem lehet menni Azerbajdzsánba, vagy mindenki előtt meg lehet védeni, vagy meg kell védeni nekünk. Kiváló vízárjárat van, úgyhogy lehet menni Azerbajdzsánba. Most már igen. És óriási lehetőség is. Akkor meg miért kihívás? Vagy miért? Én nem értem. Meg egyáltalán mit keresünk mi ott? Vagy miért ilyen nagy lehetőség? Nyilvánvalóan a szereplést keresi Orbán Viktor, mert máshova nem hívták már. Bakuban? Meg. Igen, hát ez már csak ez maradt. Ugye hát lekötelezett állam, szereplés. Tudja, hogy mivel kötelezett le minket hát ez az állam. Baltával. Így van, így van, így van. Tehát, hogy mondjam, erről sok mindent le lehet húzni, erről a történetről több bőrt. Ez az egyik bőr, amit most lehúztak, de hát volt az előtt Kazasztánban, ott is történelmi mondatok hangzottak el. Hát jobban oda írtunk azért komoly tanulmányt a jutegyésztésről is, van, hát van. Az nem stb. Tehát a történet lényege szerintem az ebből a szempontból, hogy nyilvánvalóan keresik a szereplési lehetőséget Orbán Viktor számára, csak ennyi adatot, ugyanakkor ez egy rettenetes ügy, mert ha megnézzük azt, hogy kinek a sírját koszorúzta ott meg, Gájdár Alijevét, a KGB tábornokáit, az egyik legförtelmesebb szovjet politikusnak a sírját, miközben itt hajtóvadászat van Biszku Béla ellen. Szóval nekem nincs problémám, ha azért valaki... Ennek is, most megint elképzelem a kormány szóvivői szervezés, és lehet, hogy most effektíve meg is fulladok közben, kíváncsi vagyok rá, hogy megint lesz a levegőbe valami. Szóval, hogy hazajövök Azerbajdzsánból, és azt mondom, kedves magyar választópolgárok, az egyik legnagyobb KGB-s, az egyik tehát leghírhettebb volt szovjet politikus nagy KGB-s sírját megkoszorúztam, tiszteletem jeléül csókolok mindenkit. Nem fulladtam meg, akkor ezt lehet. Ezt nem tudom kommentálni. Nem is kell, mert ez természetesen fikció. Viszont Szijjártó Pétert is idézném, aki azt mondta a bakui látogatás kapcsán, hogy a jelenlegi helyzetben nagy szükség van kiszámítható, megbízható partnerekre, és Azerbajdzsán stabil partnere, szövetségese, barátja Magyarországnak. Ez így igaz. A Baltás gyilkos kiadása óta, ez így igaz. Tehát megköttetett ez a frigy, ez működik, úgy tűnik. Csak hogy ennél egy kicsiket azért több is kellene, nem csak, hogy egy politikus számára legyen egy színpad, amin szerepel és megjelenik, Orbán Viktorról beszélek. Több kellene, tényleges gazdasági kapcsolatok, tényleges, stb. Ez nem néz ki az Azerbajdzsánból. Azerbajdzsán egy gazdag ország, de a forrásai tulajdonképpen nagyon messze vannak, idáig elszállítani nem lehet, ezt már láttuk. Mi megyünk oda, magyar vállalatok, hát ott volt a lista, hogy kormányzati informatikai rendszert, meg ilyeneket, ilyen ügyfél minden kapott. Bizonyal, ez tulajdonképpen egy habatortán, ez nem jelent akkora üzletet, amiért tulajdonképpen mi hírbe kellene hozzuk magunkat egy olyan országgal, amelyiknek mondjuk a belső rendje meglehetősen furcsa, és egyáltalán nem illeszkedik az európai demokráciába, annál inkább az ázsiai illiberális államok vagy kísérletek közé. Hát azért sok minden fejlett lehet abban az országban, szerintem a szépségipar látva a fotókat egész biztos. Túl sok kabarét nem néznek, mert mindenki olyan morszos azon a képen, hogy az csak
csak na, aztán folytathatnánk a sort. De hát majd a Baltás gyilkos óta már eltelt, évek teltek el, olyan nagy gyümölcsöző kapcsolatot eddig nem láttunk, lehet, hogy most a papakoszorúzás sírjának koszorúzás után? Nézze, jó, ez tulajdonképpen ez már nem kommentár lenne, hanem vicc, hogyha ebbe, ha ezt kellene nekem valamilyen úton módon reálisan itt felvázolnom. De egyébként most ez jó, csináltunk belőle humort, meg én is nyilván efelé toltam a dolgot, de ez megtörtént, tehát ezt nem mi találtuk ki, hogy mi lenne, ha egyszer magukban megkoszorúznám, mondjam, tehát ez megtörtént, amiről beszélünk, tehát gúnyosan beszélgethetünk róla, mindenkinek szíve joga, de egyébként ezek a mondatok elhangzottak, lelettek írva, és feltételezem, hogy ezt mindenki tök komolyan gondolja. Nézze, én már láttam kelet-európai politikust, aki a nevét alig tudta leírni, és díszdoktorává választotta talán Oxford, vagy valamelyik neves brit egyetem. Talán az ő karrierjében láttam efféle momentumokat, ez a román diktátorra gondolok, az ő karrierjében láttam gyakorlatilag ilyen momentumokat, hogy a végén már sehova nem tudott elmenni, de ahova elment, ott nagyon ünnepelték. Nagyjából ezek a, hogy mondjam, emlékképeim jönnek elő, amikor az Aliyevvel való találkozást Orbán le abszolválta, és megnéztem a tévében. Ennyi az egész. Szó se róla, az Aliyev feleségen a valóban nagyon szép. Köszönöm szépen, hogy itt volt.